Ma már itt volt szó méltatlan, meg egészen felemelő helyzetekről, illetve sorsokról. Hát most nem tudom, hogy melyik kategória következik, önök el fogják dönteni. Érintetje minden esetre Verebes István, aki állinterjú rovatunk következő áldozata. Mit sem sejtve, egy adott napon őt is a Corinthia Aquincum Hotelbe idézte álriporterünk. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti vendégünk Verebes István, akit annyiféleképpen tudunk bemutatni, sőt, még annál is többen, annál is többféleképpen, de mindenféleképpen, ennél is többféleképpen. Bár annyiféleképp nem, szóval, hogy Verebes István hogyan mutatná be önmagát? Képzettségemre nézve színész vagyok, és hogyha kérdezik a foglalkozásomat, akkor ezt is szoktam mondani, és ezt is írom oda, abban a rovatban. De hát ugye annál mindenféleképpen több. Hát ez nem bizonyított egyáltalán. Hogy... Az ember nem tudhatja azt, hogy saját maga, hogy minden, amiben belekontárkodik, az valóban a sajátja-e. De a kontárkodás, ahogy mondta, az az annyinál mindenféleképpen több. Hát ezt eldönteni nem az én dolgom. De kevesebb, igaz? Minél? Az annál is többnél. Nem tudom. De nagy nevettető. Hát ezt sem tudom. Ebben sem vagyok biztos. De ön most szerénykedik. Nem, egyáltalán nem szerénykedik. De ön szerénykedik, mert én például értem a viccet. Jó, én azért mondtam ezt, mert a 80-as években, amikor én 10 évig konferáltam a rádiókabaré szilveszteri adásait, és valóban reggeltől estig abban foglalkoztam, ebben a műfajjal, akkor én is úgy gondoltam, hogy ez megy nekem. Igen, de értem én a viccet, és tudom én, hogy nyögvenyelősen is lehet nevetni. Lehet, mindenképpen lehet. Ha a dolog befelé. Őszinte és elevenbe vág, akkor lehet mindenem. Igen. Fogadom, hogy 100 vicc van önnél most legalább a tarsolyban. Három sincs. Csak azért, hogy megoldja a helyzeteket. Nincs, három sincs. Szerint. Nem, komolyan nem szerintem. Én holnap után kell konferáljak egy gála estet. De miért elfelejti a vicceket? Vagy miért nincs? Nem, hát ezt nem. Én nekem eszembe nem jut, hogy én vicceket gyűjtsek, vagy hogy találjak ki, hogyha nem szólítanak föl rá. Akkor mondjon egy viccet, Verebes István. Nem olyan tudok most én viccet mondani. Akkor mondok én. Jó. Van egy ember, akinek elmegy a hangja, nem tud beszélni, teljesen elmegy a hangja, és elmegy a fülorgégészetre, természetesen egy magánrendelőben, becsönget, és hát egy gyönyörű, szép, attraktív nő nyit neki ajtót. És mondja, hogy jó napot kívánok, tessék mondani, doktor úr itt honvá. Mire a nő? Nincs, jöjjön. Igen. Tessék? Egyébként derültem rajta, igen. Nevetett. Hagyja meg azt az esélyt, hogy mi is élvezzük Verebes Istvánt. De nem erre szerződtem én, nem beszélgetni szerződtem, és nem azért, hogy földerítsem a tisztelt közönséget, mert nem is készültem föl. Nem jut eszébe erről egy vicc? Eszembe jut, de én nem szeretném, nekem rosszul állna, ha én produkálnám magam itt. Tehát, pedig mi azért hívtuk Verebes Istvánt, hiszen ön a legnagyobb nevettető. Nem, én nem vagyok egyrészt a legnagyobb nevettető, nálam sokkal mulatságosabb komikusok vannak, akik valóban, én nem csinálom ezt már közel 9 éve. Nem tudom. 9 éve én nem gyakorlom, legfeljebb egy-egy szilveszteri műsort megrendezek a televízióban, meg a Kernel néha csinálok egy-egy műsort. Tehát akkor nem adja meg a lehetőséget. Ezt most nem tudom magának megadni, mert nem produkcióra szerződtem. Ha produkcióra jövök, akkor fölkészülök. De azt meg kell fizetni viszont, mert azt ingyen nem csinálom. Ingyen nem mond viccet. Nem mondok ingyen viccet, mert a közértbe se adnak ingyen zsömlét. Ingyen. Nem. Mond. Viccet. Akkor mennyibe kerül? Nem tudom, hogy fölkérnek engem, hogy egy 20 perces műsort
csináljak, akkor a gyártásvezetővel tárgyalhatunk róla. De nem, itt most mennyibe kerül? Nem tud megfizetni engem, mert olyan sok? Mert nekem nincs anyagom most. Nem olyan tudom, érti-e? Tehát nincs árum. Tehát nem hozott. Nem postam, mert nem kérte. Ön beszélgetni kért engem, tehát, igaz? Tehát otthon hagyta. Nem hagytam otthon. De hol tartja? Ön egy interjúra kért engem, igaz? Igen. Igen. Tehát most vagy elkezdünk beszélgetni, ami önt érdekli, vagy én innen fölállok és elmegyek. De akkor hol, jó, akkor hol tartja, akkor legyen ez az első kérdés. Mit hol tartok? Ön hol tartja a gondolatait? Hol tartja a vicceit? Nem tartom sehol a vicceimet. Nincsenek vicceim, gondolataim vannak, amelyeket legfeljebb ironikus módon képes vagyok lejegyezni. De nincs viccraktáram nekem. De én értem a viccet. Ön lehet, hogy érti a viccet, de ön egész más viccet ért, mint én. Értem én a viccet, szóval Verebes István most az önök Tamását meg akarja nevettetni. Nem, én nem akarom megnevetni, nagyon, most egy kicsit bosszankodom azon, hogy egy ilyen ostoba beszélgetést kell folytassak. Tehát most térjünk át valami másra, hogyha ön érdekli valami, mert ez engem nem érdekel. De feltételezem, hogy a nézőket sem érdekli. Verebes István, akkor lehet ez az első kérdésem, hogy könnyen vitte sokra? Tessék? Könnyen? Vitte sokra. Könnyen vittem-e sokra? Igen, a kérdés az igen. Mit ért az alatt, hogy sokra vittem? Hát a sokra, azt ugye, ami az első kérdésemben volt, hogy annál egy picikét többre, de még... Nem tudom, hogy elég ködösen fogalmazott, tehát ott sem tudom, hogy mire gondolt. De mégsem annyira. Tehát én ez arra vonatkozott, hogy ki Verebes István, tehát hogyan mutatnál be magát? Hát elmondtam. Hát annál több, vagy kevesebb. Minél? Annál, amire vitte. Nem, annál biztos nem vagyok több. Én nem tudom, lehet, hogy ön ironizálni, hogy én nem értem az iróniáját, de amiről ön beszél, az számomra érthetetlen. Szóval nem értjük egymást, de nem. Semmi baj nincsen, mert a néző eldönti, hogy ki beszél zavarosabban, ön vagy én. De mi van ezen megfoghatatlan? Én nem tudom. Hát azért mondom, hogy nem halljuk egymást. Én nem hallom az ön kérdését, ő nem hallja az én válaszomat. Ez a beszélgetés rettentő nyögvenyelős, mert ön eléggé félre kérdez, és eredetieskedik, amit én nagyon... De hát... Én rendkívül kapírozom ezt, mert legalább nem olyan, mint a többiek. Én nagyon kapírozom. Tehát akkor most csak örül nekem? Nem, egyáltalán nem örülök. És hogyha az ember azt mondaná, most lehet, hogy nevetni fog rajta, pedig én azt... Hogyha azt mondom, hogy Verebest lehetne fogadni velem azzal, hogy nem fogja meg magát. Nem tudom, hogy... Így sem? Nem nagyon szeretem a szóvicceket. Nem szereti a főleg szóvicceket. Főleg nem, hogyha névvel. Márom valahol van itt egy naptár. Csak nem fogom megtalálni. Igen. Nincs egy naptára? Nincs. De mindjárt meg fogom találni. De azért kérdezem csak, hogy akkor mikor találkozhatnánk. Milyen ügyben? Hát, hogy esetleg akkorra fölkészül egy viccel. Én nem hiszem, hogy óvajtok találkozni önnel. Vagy akkor még egy interjút csinál, akkor vicc nélkül. Azt sem szeretném. Akkor vicc nélkül. Én azt sem szeretném. Tehát nincs önnél naptár? Nincs. Van még valami? Nem akartam elhinni, hogy Verebes István nem jön rá, hogy itt valami nem stíl. Na várjál, nem stíl. Stop, álljon meg a menet. De aztán rájöttem, hogy apuka is, színész is, rendez is, valami angyali türelmet produkáltál. Az első olyan alany, meg kell, hogy mondjam, aki a felétől, hogy rájön, hogy itt tényleg méltatlan helyzetbe keveredett, elkezdi nagyon komolyan kiosztani a riportert, aminek én borzasztóan drukkoltam. Szóval, hogy nem engedi egy idő után bevinni magát. Az elején láttad, hogy... Hogy nem-e? Hát én még ilyen hülyét az most életben mondtam. Nem láttam. Hát ilyen. Hát pont olyan idióta lett, mint a kérdező. Nem, nincs igazad. Abszolút. Nincs igazad, megvédelek magadtól, mert te egy idő után tényleg el... Hát jössz oda úgy a vidéki riporter segíteni. Miért megy oda a vidéki ez az állat? Aztán nem. A felénél viszont tényleg nagy medve lettél. Szóval, mint a medve, úgy de nézted a pasit. De még mindig pedagógus szinten, viszont, úri módon. Viszont ehhez képest a Tamás
annyira bután nézett. Ez hogy tudsz ilyen hülye olyan komoly szinten adta a hülyét. Mielőtt megszólal, egyet nem tudok eldönteni azóta se, hogy ő vagy zseniális színész, vagy valóban ilyen hülye. Na most tekintsük a kérdés költőinek. Nem itt ért véget az interjú. Ugyanis én úgy gondoltam, hogy ott ér véget, ahol még vállalható. De Vereves István följogosított arra, hogy mutassuk meg az igazi végét. Tessék parancsolni. Nekem nagyon tetszett a beszélgetés. Én örülök neki, hogyha tetszett. De most ezzel miért néz le? Én látom, szóval értem. Nem nézem le, én csak nem értem. Tudja, hogy értem. Nem értem a beszélgetésnek. De mit? Én megkérdeztem, hogy Vereves István... Ezt a hülyeséget. Jó? Fejezzük. Elment a helyszínről, szóval itt ért véget. Nem itt ért. És még mindig nem ért véget, igen. Azt mondta, hogy egy napig nem lehetett lecsillapítani. Hát, azt kell tudni, ugye, hogy én oda rendeltem Fodor Imrét, aki a producer barátom, akivel együtt dolgozom most már több éve. Hát ott vártam, és fölhívtam először Keszthelyt. Nem. Fölmentél, és a pultnál kiverted ott a balhét, igen. Rendőrt akartál hívni. Nem, azt utána hogy visszamentem. Csalók és szélhámosok vannak. Utána kik visszamentem, dolgozt? Hogy rendőrt hívok, mert utána lenyomoztam, hogy a Globál TV a 11. kerületben nem tud róla. Keszthelyen nem tudnak róla. Nem is Keszthely Globál TV. Igen. Akkor lementem, és azt mondtam, amit ezt életembe értem, mondtam, hogy rendőrt hívok, hogyha nem mondják meg, hogy hol lehet oppanálni, hogy letiltad ilyet. És akkor a kedves munkatársad egyszer csak, még akkor volt mobiltelefonom, akkor fölhívott engem, és azt mondta, hogy nem lesz tovább. Este még csitítottak és borogattak, az biztos. És ehhez képest kegyetlenül csak 3 hét múlva mondtad meg, hogy... Hát ugyanis végig kellett vennünk, mert az volt a félelmem, hogy esetleg a szakmában elterjedt. Föl kellett vennünk az egész évadot, tehát fölvettünk 30 ilyen interjút, azért nem tudtál a kamarabb fölhívni. Én dögöljek meg, hogy a Bocskor Gábornak jó sikerül az interjú. De nincs harag, ugye? Nincs harag. Nincs harag. Gratulálok, üzenem a politikusoknak is mindenki. Aki ilyen hülye, azt be kell ugratni.